az előadásban Gertrudi szerepét táncolom el, amellett, hogy Barta Dóra mellett társkoreográfusként is közreműködök a produkció létrehozásában. A szerep szempontjából Gertrudis vagyok a darabban, aki egy hataloméhes királyné, egy gőgös személy, aki az önkéntes uralmon kívül nagyon nem lát semmi mást a szeme előtt. Ez mindig egy olyan feladat, hogy kintről is nézem valahogy a dolgokat, hogy amiket csinálunk, vagy amik ötletek így létrejöttek, azok így odaillőek-e, vagy működnek-e a dolgok, és bent is lenni. Ez mindig egy kicsit nehezebb feladat, és a finishben, amikor már a vége fele közeledünk, és kezd összeállni a darab, én nekem igazából akkor van először időm, meg akkor kapok teret először arra, hogy teljes mértékben a saját szerepemre tudja koncentrálni. Addig mindig egy kicsit olyan, hogy sokszor nézem, hogy a többiek mit csinálnak, vagy hogy tényleg sikerült-e azt létrehozni, amit gondoltunk együtt. Nagyon izgalmas nekem az, hogy most tényleg egy ilyen őstörténettel álltunk elő, és azzal, hogy egy klasszikus történetet mesélünk el kortárs táncszínházi nyelvezettel. Korszerű nyelvezetet, vagy nagyon rá kell szerintem tenni az operára, vagy hogy ugye, hogy összhangban legyen, vagy nagyon ellene kell menni. És szerintem ezt a Dóritól tanultam, mert hogy ő is nagyon, mert valahol az ellentét, a nagyon erős ellentét, az valamilyen összhangot is tud képezni. És ez igazából olyan, mint hogyha most így beraknánk az operát, így becsukod a szemedet, és arra gondoltam, hogy mi az a mozgásforma, vagy mozgásnyelvezet, amit biztos, hogy nem tudsz elképzelni erre az operára. Úgyhogy vannak olyan részek, amiket így rám bízott, például egy udvari báljelenet, vagy egy olyan közösségi koreográfia, amiben így egy ilyen hangulatot, egy társadalmi réteget kell képezni. Azokban teljesen más mozgás irányt vagy nyelvezetet próbáltam hozni, mint ami teljesen egyértelmű lett volna. Nagyon-nagyon sokban segíti a díszlet, a jelmez, a történetet, hogy hova hangoljuk a történetet, mert hogyha most valakinek azt mondjuk, hogy bánkbán, akkor nem hiszem, hogy pont ezt fogja elképzelni. Nekem nagyon-nagyon tetszik az, hogy egy ilyen tényleg egynemű, egyszínű, nem véletlenül fehér, vagy hát nem véletlenül nem színes, inkább így mondanám, mert ez szerintem valami bizalomfélesség is a mozgásra, azzal, hogy a mozgással elő tudjuk hívni azokat a tölteteket, amiket mondjuk a színek, vagy a díszlet sokaság, vagy nem is tudom, hogy mondjam, de ilyen teljesen nyers világot látunk, ami szerintem nagyon korszerű és nagyon mai, és ami kell ahhoz, hogy ezt a történetet egy másik szintre, vagy egy olyan úgy tudjuk elmesélni, ahogy a mi nyelvezetünk ezt diktálja. Régóta megszületett már bennem ez a gondolat, hogy koreográfusként is szeretnék majd tovább lépni. Már így is nagyon sok lehetőséget kapok Dórától. Ahhoz még úgy érzem, hogy fiatal, vagy hogy így nem is az, hogy fiatal, de még tapasztalatot kell gyűjtenem ahhoz, hogy például egy ilyen cselekményes balettnek, vagy egy cselekményes történetnek így az egészét létre tudjam hozni. Úgy érzem, hogy a mozgást illetően ott elég kreatív vagyok, és ott jönnek belőlem mindig az ötletek, a lépések, meg a világot is úgy el tudom képzelni. Azok, amik
amikkel a Dóri dolgozik, vagy amik szükségesek egy ilyen előadásnak, vagy hát így a történetnek az elmeséléséhez, azok a kis nüanszok, a kis, mondhatjuk úgy is, hogy képek közötti átváltások, vagy hogy miből következik, vagy hogy minek van értelme, amit például egy dramaturg szokott segíteni egy ilyen esetben, azokban kell még úgy érzem, hogy fejlődnem, vagy inspirációt szereznem.